Böszörményi Nagy Gergely már több mint 150 tudományos és közéleti könyvet mutatott be a magyar nyilvánosságnak, régi és új műveket, amik bátor, izgalmas és megbízható útjelzők a jövőhöz. A legfontosabbakat most kompakt olvasókönyvbe rendezte, hogy egyben is elérhetővé tegye a közönség számára. Ez pedig nem más, mint a nagy sikernek örvendő Nonkonform című kötet. Isten hozott nálunk, Gergely. Jó estét, sziasztok! Ugye először is tegyük tisztába szerintem ezeket a kifejezéseket. Mit jelent az, hogy konform? Tehát egy gondolatról, egy hozzáállásról, egy témáról, mikor mondjuk, hogy konform? És akkor talán adódik, hogy mi lesz, ami nem konform. Szerintem a mai világ egyik legnagyobb rákfenéje problémája ez a konformizmus. Azokat nevezem konformistának, akik valamiért úgy érzik, hogy rá vannak arra kényszerülve, hogy ne vállalják fel a saját véleményüket, hanem inkább hasonuljanak ahhoz, ami a munkahelyükön, a tévéből, az újságból, a barátok, az ismerősök környékéről érkezik feléjük. Hasonuljanak, ugyanazt mondják, csak azért, hogy megfeleljenek egy vélt vagy valós társadalmi elvárásnak. Ez a fajta rászorítás, ez a fajta megfelelési kényszer szerintem nagyon sok fiatal életét keseríti meg ma, különösen a fiatal pályakezdők világában. Ez egy elterjedt probléma, hogy a vállalatok mindenféle gondolnak meg mondanak a világról, értékekről, értékrendről. És aki valaki nem azonosul, nem áll be a sorba. És egy tehetséges fiatal, lehet, hogy van egy eredeti izgalmas véleménye, de azt gondolja, hogy az ő karrierjét el fogja lehetetleníteni az, hogyha nem azt mondja, ami a fősodratú vélemény. Szóval ők a konformisták, és nem mindenki hibáztatható azért, hogyha konformista módon éli az életét. Egy kis segítséget igyekszem adni ezzel a könyvvel, nonkonform érveket, történeteket mesélek el benne, amik elindíthatnak egy jó beszélgetést az ebédlőasztalnál, a vacsoraasztalnál, egy sör mellett, és izgalmas vitákhoz, beszélgetésekhez vezethetnek, és a nap végén úgy érezheti valaki, hogy fel van vértezve, hogy megvédje a saját álláspontját. Nem akarlak benneteket elkeseríteni, de ezek a beszélgetések gyakran megtörténnek ebédlőasztalnál, vacsoraasztalnál, kocsmaasztalnál. Bárhol. Ott nem történik meg sokszor, ahol meg kellene, hogy mert történjen. Mert ott pont a konformizmusnak kell megfelelni, vagy félnek attól, hogyha kilógnak a sorból. De talán ez segít. Egyébként beszéljünk témákról külön. Uh-huh. Mondjuk... Hogy miket érinthet például a zöld konformizmus? Zöld téma, zöld gondolat, abból ezer van. Úgy kell elképzelni ezt a könyvet, hogy a nagy kép felől haladok a kis kép felé, a szűk ilyen metszet felé. Ez azt jelenti, hogy óriási tudományos kérdések irányából közelítek a személyes életünk, életmódunk kérdései felé. Egyet mondj. Például a nagy kérdéseknél, amikor a könyv kezdődik, ott szó van a tudomány és a vallás viszonyáról. Vajon igaz-e az, az egy konformista közhely, ha tetszik, hogy a tudomány és a vallás ellent mond egymásnak, aki szereti a tudományt, az nem lehet vallásos, és fordítva. És én ezzel vitatkozom, én azt állítom, hogy egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a vallásnak nagyon fontos evolúciós szerepe van, nagyon fontos erősítő eszköze a közösségeknek, és azok a közösségek versenyképesebbek, ahol a vallásosság erős. Az elején a könyvnek részletesen írok erről. Ahogy megyünk tovább, ott praktikusabb kérdések felé kezd el a könyv orientálódni, ilyen például az éghajlat kérdése. Foglalkozom azzal a közhellyel a könyvben, szintén egy konformista közhely, hogy az éghajlatváltozásnak, a klímaváltozásnak csak nemzetközi szinten lehet megoldása. Nemzetközi egyezményeket kell kötni, fel kell adni a nemzeti önrendelkezést, akkor lehet elfogadható méretűre csökkenteni a klímaváltozást. Én azt állítom ebben a könyvben, ettől nonkonform ez a rész is, hogy kifejezetten nincs megoldás nemzetközi szinten erre a kérdésre, hanem csak nemzeti szintű cselekvés tud helyi szinten megoldásokat hozni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra. És a nap végén, a könyvnek a legvégén eljutunk a személyes életünk kérdéseik, például addig, hogy a digitalizációval mit kezdjünk. Valóban igaz-e az, hogy egy nagyon innovatív korban élünk? Ebben a könyvben én ezt például vitatom, tehát azt állítom, hogy ez a kor valójában sokkal kevésbé innovatív, mint amilyen mondjuk a 20. század első fele közepe volt. Hát ez nagyon érdekelne, hogy miért. Attól el fogom olvasni. Attól félek, hogy most nem lesz rá időm, de komoly érvek vannak emellett a könyvben. Olvasni. És arról is szó van, hogy a digitalizáció milyen káros hatása van például a fiataloknak a kognitív képességére, az agyi képességére, és hogy hogyan lehet védekezni ez ellen, hogyan lehet nagyobb tudatossággal védeni azokat a képességeinket, amik homo sapiensé tesznek minket, értelmes emberré tesznek minket. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki fog találni olyan témát, ami érdekli,
de talán senki se lesz, aki mindenben egyetért majd velem, de ennek a könyvnek nem is ez a célja. Az nagyon jó. Hanem a provokáció. Az nagyon jó. Jó értelemben persze. Ugye a klímaváltozás is, biztos vagyok benne, hogy egy olyan téma, amit általában konformként próbálunk feldolgozni, vagy legalábbis megközelíteni, holott nagyon régóta olvasni olyan tanulmányokat, amelyek pont azt bizonyítják, hogy a Földünk több milliárd éves történetében számtalanszor volt már példa ilyen hőmérséklet. Sőt, nagyon izgalmas változása. Az, hogy mi még úgy tanultuk a történelmet, hogy a történelmet kizárólag hadvezérek, nagy csaták, fontos politikusok és különböző politikai események, emberközpontú politikai események, forradalmak és egyebek határozták meg, miközben olyan tanulmányokat is ismertetek ebben a könyvben, amik arról szólnak, hogy a római birodalom bukásában például a naptevékenység és a vírusok döntő szerepet játszottak. Ez arra int minket, hogy a klíma változását, folyamatos változását, azt tekintsük egyfajta adottságnak, és nézzük meg azt, hogy hogyan lehet alkalmazkodni ehhez a körülményhez, és hogy kinek a kezében van a kulcs a sikeres alkalmazkodáshoz. Na itt állítom én azt, hogy máshol van a kulcs, máshol van a megoldás, mint amit egyébként legtöbbször hallunk a médiában. Jó, de az nem jelenti azt, hogy nem, hogy nem baj, hogyha mondjuk kisebb szénkibocsátással működünk, vagy nem jelenti azt, hogy mondjuk ne dobáljuk el a műanyagpalackokat. Sőt, ellenkezőleg az én könyvem arról szól, hogy a baj komoly. A helyzet az komoly, és pont ezért nem mindegy az, hogy mi berakjuk az időnket, az energiánkat, és ami nagyon fontos, a reményünket, hogyha nemzetközi egyezményekben rakjuk a reménységünket, hogy majd megoldják, egy távoli nagyvárosban a világ fontos politikusai kezet ráznak egymással, és megoldódnak a problémáink, akkor csalódni fogunk, időt veszítünk, és a nap végén reményt fogunk veszíteni, míg hogyha a helyi cselekvésre építjük a politikánkat, a klímapolitikánkat, akkor pedig van esélyünk érdemi előrelépésre. A végkicsengése a könyvnek mi? Ne, még én akarok kérdezni igen, valamit, csak ne zárd le. De reménysugarat szeretnék mindenkinek. Jó, de én is azt akarom, hadd kérdezem, látsz egyébként valami jelet valahonnan, valakitől, valamelyik országból, hogy megpróbál, vannak olyan hangok, amiket te egészségesebbnek gondolsz? Hát erre most elegánsan hadd mondjak csak annyit, hogy van 4 magyar szerző is ebben a könyvben. Én sok reményteli gondolatot látok, olvasok, hallok Magyarországon is, és vannak más izgalmas országok is itt a régióban is, de például Izraelből is szerepelnek szerzők a könyvben. Tehát vannak izgalmas, érdekes szerzők, a különlegességük az, hogy nagyon sokszor nem jut el az ő hírük, nem jutnak el az ő könyveik a nyilvánossághoz. A konform nyilvánosságban nem kerülnek. Mert a fősorozatú média nem sztárolja őket úgy, igen. Ezért gyűjtöttem őket össze egy olvasókönyvbe, és itt egyben gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy azért, mint a kötelezők röviden, elérhetők a gondolataik, és lehet belőle inspirálódni. Szerintem most sokan írnak még az angyalkáknak, hogy ezt a könyvet is szeretnék a karácsonyfa alá. Én is köztük vagyok. Én is írok. Nagyon köszönjük, Gergely, hogy köszönjük szépen. Köszönöm szépen.